Sziasztok! Enikő vagyok, a Korzó bloggere, és most mutatni fogok nektek pár kiegészítőt, amivel feldobhatjátok a nyári ruháitokat. Kezdjük is! Nem fogok boltonként haladni, hanem össze-vissza, ami a kezembe akad. Elég sok mindent kipakoltam itt magam körül, és kezdem az egyik kedvencemmel, méghozzá ezzel a kis táskával, amik most idén hatalmas slágerek, és én is oda vagyok érte, alapból szeretem a bohém darabokat, ezeket a kis etnós dolgokat, és ami a csövön kifér, mindenféle szűrt, fonott, illetve ilyen horgolt táskákat előkaphattok. Érdemes egyébként a szülők szekrényében is turkálni, anyuka, nagymama, de a boltok tömve vannak jobbnál jobb darabokkal, úgyhogy nézzetek körül. Nekem ez a Springfield darab ragadta meg először a figyelmemet. Piros és fehér, és nagyon kis cuki ez a kis, vagyis elég nagy pompon. Bármikor át tudjátok dobni magatokon, és ezek a kis zsák batyú megoldások azért praktikusok, mert sokkal kisebbnek hat a táska, mint amilyen valójában, tehát ebbe azért estére egy pulcsit simán be tudtok dobni, a nagy pénztárcát és a bazi nagy méretű telefont is. Nézzük tovább, van itt egy doboz szintén mellettem, és ebben egy Humanik cipő van. Ezek a kis fonott, rattan talpú cipők szintén divatosak, mindenféle saruból megtaláljátok, vagy zárt cipőből. Én ezt a slip-on jellegű darabot választottam. Nagyon mutatós, nagyon tetszenek ezek a kis rojtok, illetve az arany kis részletek, kényelmes, úgyhogy ebben be tudjátok járni a nyaralás összes helyszínét, és biztos, hogy nem fog feltörni titeket. Ja, és van hozzá egy kis zsák is, hogyha esetleg cipőt váltanátok, egy ilyen kis hátizsák jelleg, és hát mint tudjuk, mi lányok általában elindulunk magas sarkuba, aztán előkapunk egy ilyen jellegű balerinát vagy slipont, és utána azzal folytatjuk az útunkat, amikor már nem bírjuk tovább. Úgyhogy nekem ez abszolút egy ilyen Jolly Joker megoldás, akár minden cipőhöz adhatnának egy ilyet. Van még itt egy kendő, ami szintén szerintem a legpraktikusabb darab a nyár folyamán, hiszen este, ha fázunk, magunkra tudjuk teríteni, akár strandruhaként is tudjuk alkalmazni, de akár a strandon, mint leterített kis pokróc is beválik, úgyhogy nézzetek körül, és vegyetek ilyen hatalmas kendőket, ha pedig a naptól akarjátok megvédeni magatokat, akkor turbánként is feltehetitek, hajra kiegészítőnek. Tényleg csak a fantázia szab határt, hogy milyen megoldásban alkalmazzátok. Táskák. Hát igen. Nekem ez egy szerelem darab. Őt pedig a Women's Secretben találjátok meg. Szintén pomponok és rattan fonott megoldások. Ez a természet közelisége szerintem minden nőnek a kedvence lesz. És hát a kagylók azok tényleg a legdivatosabb kiegészítők. Nem lesz olyan üzlet, ahol ne találkoznátok néhány fajta kagylós kis nyaklánccal, fülbevalóval és táskával, mint az alábbi ábra mutatja. Kalapok még mindig nem mentek ki a divatból, és nagyon jól meg tudják védeni az embert a leégéstől és a napszúrástól. Ugye ez a nap már nem az a nap, amit régről ismerünk, úgyhogy bátran vegyetek különböző kalapokat, ezen is megjelennek ezek a kis kagylós kiegészítők, illetve a színek, a hippis, bohém kis részletek és kiegészítések. És ha már ottan, akkor találtam a Springfieldben egy csodát, méghozzá ez a telitalpú gyönyörűség, aminél szebbet szerintem nem nagyon találunk, és én nyáron sokkal jobban szeretem ezeket, mint a tűsarkúakat, hiszen ezek nem akadnak be a térkövekben, ebben valószínűleg még az estét ki is bírja az ember, és a tengerparton sem fogunk besüppedni a homokba, úgyhogy én ezek mellett tenném le mindenképp a voksomat, hogyha magas darabról van szó, és hát az előbb is mutattam már egy ilyen rattanos talpút, hát most már ilyeneket is találunk, és van egy ilyen bevonat, szóval ez nem fogja megszívni magát vízzel sehol. Tényleg nem tudok elszakadni ettől a rattan vonulattól, fülbe valóban is találtam, a Bijou Bridgetnél egész sok ilyen darab van, különböző natur, illetve színes és izgalmas kiegészítőket, a hatalmas fülbe valók
a nyás lágerei, kimentek ugye a statement nyakláncok, illetve a csókerek is teljesen eltűntek a palettáról. Ezeket váltotta fel ez a sok színes és izgalmas, természetközeli, kicsit Afrika behatású darabok. És a nyakláncoknál is megfigyelhető ez a vonulat, hogy műkagyló, vagy pedig ilyen színes, izgalmas és bohém dolgok fognak megjelenni. Kendők. Vannak most már ilyen kendős hajpántok is, vagyis hát régen is voltak, én emlékszem tini koromban, hogy meg voltunk érte őrülve, és újra előkerültek. Ez a sál motívum pedig ismét teret hódít, és rengetegféle kiegészítőben, ruhában megtalálható. Nekem ezen finomabb kiegészítőkben sokkal jobban tetszik, mint a hivalkodó blúzokban, de ahány ember annyi ízlés, úgyhogy azok is nagyon klasszak, de mivel most egy kiegészítős videót forgatunk, ezért én erre csapnék le a helyetekben. És ha már hajbigyók, akkor újra ezek a nagy hajgumik megjelentek, és akár ilyen karkötőként is megtalálhatjuk. Például a Trónok harca egyik sztárja, aki egy kifejezetten férfias férfi is megjelent az Oscar gálán egy ilyenbe a karján, úgyhogy ha ő bevállalta, akkor ti is simán felvehetitek. És még egy darab, ami szintén a hajgumi után a New Yorkerből került le, a fa kiegészítőjű hatalmas lógós nyakláncok, fülbevalók, illetve nyakláncok is, de ez a fülbevaló nekem kifejezetten tetszik. Nekem nem állnak jól a nagy karikák, amiket szintén megtaláltok egyébként a boltokban, viszont ezek szerintem fel tudnak dobni bármilyen kis egyszerű ruhát, és már egy bohémabb irányba tudják terelni. Papucsok. Az ilyen nagy márkajelzéses papucsok a nagy márkajelzéses pólók után ismét berobbantak, és ezt például a Humanic-ból akasztottam le a polcról. Nagyon könnyű, engem ezek azért fognak meg, mert tényleg, amikor az ember slattyog a tengerparton, a vízparton, a strandon, vagy csak akár zuhanyozni, akkor is kiváló, strapabíró, ezek több évig, vagy akár évtizedek is a társaink lehetnek, úgyhogy érdemes befektetni szerintem egy ilyen szépségre, és hát tényleg rengeteg féle van, én ezt az alap Nike verziót választottam, úgyhogy nézzétek meg ezeket is. Utolsó kiegészítő azoknak is szól, akik szeretnék védeni valamivel a természetet, és a nylon szatyrokkal le akarnak számolni. Érdemes egy ilyen szépségre szert tenni, amit már egyébként ismerhetünk nagymamáink vagy dédnagymamáink polcáról, hiszen ezek a cekkerek, ezek visszajöttek a divatba, most már színes verzióban, illetve akár táskában is megtalálhatjátok itt-ott őket. Ez például egy New Yorker darab, és szerintem a piacozásnak az egyik legjobb kelléke, illetve egy kosár is jó kellék, vagy ezek a rattantáskák, de ezért ebben milyen menő már pár paradicsomot, egy kis újhagymát vinni, vagy csak akár a telefonodat, vagy a pénztárcádat beletenni, és így menni a városba. Úgyhogy dobjatok be egy ilyet a táskába, és már is nincsen gond, nem kell fizetni a szatyorért, valamint nem kell környezet szennyezni. Remélem tetszett nektek ez a videó, ha igen, akkor mindenképp lájkoljátok, illetve iratkozzatok fel a csatornára, lájkoljátok a Korzónak az oldalát, és írjátok le a véleményeteket, hogy melyik termékek tetszettek a legjobban, illetve ti milyen trendekkel tudtok azonosulni idén. Legyen nagyon-nagyon szép napotok, sziasztok!